Horváth Zoltán, a Paksi Deák Ferenc Egyesület 3. számú választókerületi jelöltje sorolta az utcákat, amelyek felújítás előtt állnak, emellett, ahol a csapadékvíz elvezetési problémákat is meg kellene oldani. Említette a Tódi utcai új játszóteret, ami mellett járdaépítése szükséges. A családi házas övezetekben a telkek kialakítását támogatná a képviselő, aki azt is elmondta, hogy a Péter utca problémáját kiemeltnek tartja. Itt nem csupán felszíni munkálatokra lenne szükség, hanem egy vezeték, egy szentebb vezeték, amelyik a közmű vízellátás, paks vízellátásában nagyon fontos szerepet játszik, és ennek kapcsán ugye teszi nehézé, sőt kiemelten nehézé ennek az utcának a felújítását. Ez a nyomvonal egy új szakaszra fog átkerülni, egy új nyomvonalat tervez a város szélén a projekt kapcsán a vízmű, illetve Paks városa. Addig azonban, még nem történik meg az újracsatlakozás, nem lehet a régi vezetékhez, és így az utca burkolatához sem hozzányúlni, fűzte hozzá Horváth Zoltán, aki a körzetben élők tömegközlekedési lehetőségeit is bővíteni kívánja. Mezősi Árpád a lakókkal beszélgetve látja, milyen feladatok állnak előtte. Megakadályozom, hogy a családi házas övezetbe társas házak épüljenek, hiszen érintett lehet ez a 4-es számú választókerület is, valamint a Tolnai, Kishegyi és a Dózsa-György út csomópontjának a forgalmi rendjét felülvizsgáltatom, és ha lehet, akkor körforgalmat vagy lámpás csomópontot alakítatok majd ott ki. A korábbi utcafelújítások során elkövettek hibákat, ezek a kijavítása nem történt meg, ezért is tenni akarok és tenni fogok képviselőként. Továbbá hangsúlyozta, szeretné elérni, hogy a jövőben felújítás csak úgy történhessen, hogy az ott lakók véleményét megkérdezték és figyelembe is vették.